3 évben még senki sem került be a Menza igazgató tanácsába. Tudjátok, a Menza az a szervezet, ahova az emberiség 2%-a tartozik, az intelligencia hányadosa végett alapján, és Balanyi Bibiana, aki eddig a Menza Hungarikát vezette, ő most lesz a fejlesztési igazgató a Menzánál, nemzetközi szinten, fejlesztési irányok kijelölése, egyes országokban működő nemzeti menzák segítése, a továbbfejlődésben új nemzeti menzák létrehozása, illetve a szervezet PR tevékenységért ő felel majd, ami azt jelenti, hogy ő lesz a Menza arca nemzetközi szinten. És ez tényleg nagyon jó dolog, hogy 63 évben mióta van ez a szervezet, magyar még nem volt, most sikerült ez a dolog, ő fogja megmondani, hogy merre menjen a Menza fejlesztési dolgokban, nem tudom. Úgyhogy ennek kapcsán beszélgetünk vele. Vele is majd, rövidesen, meg hát egyáltalán például, mert az érdekes, hogy mikortól érzékelhető az, hogy valaki zseni gyerekkorban akár. Meg jó-e az? Föl lehet-e azt mérni? Igen, jó-e az? És mit kell csinálni olyankor, hogyha észleljük, hogy a gyermekünk zseni? Bár minden szülőnek a saját gyermeke valahol zseni. Jó, de nyilván gondoljunk azokra a zsenékre, akik 6 évesen már 5. általános iskolába járnak, 10 évesen már gimnazisták, és 13 évesen ott ülnek az egyetemen. És milyen életük lesz utána? Az is érdekes. De nem biztos, hogy ilyen bemutatkozik. Iskolán kívüli dolgokban is megmutatkozhat zsenialitás. Tehát nem csak az iskola az egyetlen mérője annak. Nem, hát most attól függ, hogy miről beszélünk, most tehetségről, vagy mi számít zsenialitásnak. Nem mert tudom, mondjuk, majd ezt is megkérdezik. Mert mondjuk valóban van olyan, aki 3 évesen szonátát ír. Jó, talán olyan nincs. Talán olyan nincs, de lehet. A fene tudja. 0629986986 az SMS számunk. Ide írhattok nekünk, ha zsenik vagytok, vagy ha nem. Illetve, hogyha a gyereketek zseni. De vagy ha ismertetek valaha ilyet. Ismertetek ilyet? Igen. És hogy jó ez. Jó? Rövidesen pedig Balanyi Bibianával fogunk beszélni. White Stripes-szal folytatjuk most. Rádió Café, az utasellátót halljátok. Frankó Ronival és Lovász Lászlóval. SMS számunk 0629986986. Zsenikről beszélgetünk, gyerekzsenikről beszélgetünk, és egyáltalán, úgyhogy írjatok nekünk a vonalban, viszont itt van Balanyi Bibiana, aki eddig a Menza Hungarikát vezette, de most nemzetközi porondra került. Jó napot! Jó napot! Jó napot kívánok! Egyetértően azzal, hogy a különösen magas IQ-val rendelkező embereket nevezhetjük zseninek, csak mert ebben a pillanatban jött egy SMS, hogy vigyázzat, a magas IQ nem egyenlő a zsenivel, én is menzatag vagyok, de zseni biztosan nem, csak megfeleltem a teszten. Pontosan én is így gondolom, én a zseni szóval óvatosabban bánnék, megtartanám olyan kaliberű embereknek, mint mondjuk Mozart vagy Einstein. Itt egy kiemelkedően magas intelligencia hányadosról beszélünk, egy jó képességről. A számról beszélünk akkor továbbra is, de még mindig intelligencia, tehát hogy így van. Mondhatunk tehát számot? Hogy... Azért nem érdemes számot mondani, mert ahány teszt, annyiféle beosztás és határvonal, azt mondhatnánk, hogy a Menza olyan embereket keres, akik a Menza felügyelő pszichológusa által elfogadott intelligencia teszten olyan eredményt érnek el, amire 100-ból 2-t képesek. Na ezt én értem, de akkor lehetséges, hogy valaki kitúr egy régi Menza tagot? Nem, természetesen, tehát azért nincsen egy felső korlátja, mindenkit sok szeretettel várunk, sőt, annak örülünk, hogyha minél több ember kíváncsi az IQ-jára, úgymond méreti meg, és aztán csatlakozik a Menzához, és meglátja, hogy ez mennyire jó. Mert mit csinálnak a Menza tagok? Biztosan vásárlási kedvezmény. Egyébként jól mondja, vásárlási kedvezmény is van, többféle. Most itt nyilván nem mondhatom meg, hogy hova is. Persze, azt megköszönjük. De aki eljön hozzánk, és tag lesz, az majd úgy is megtudja. A Menza megpróbál ösztönző közeget biztosítani a tagjai számára, és remélem, hogy elég sokan meg is kapják ezt az ösztönző közeget. Hasonszörűek között lehetnek, tagjai lehetnek a legszívesebb szürke állománynak, programokon vehetnek részt, szervezhetnek programot másoknak. A legkülönbözőbb hobbik, elfoglaltságok találkoznak itt, úgyhogy mindenre van vevő a Menzában. Még egy különösen magas intelligenciájú ember sem feltétlenül hallott már önökről, tehát nem is biztos, hogy tudja, hogy van ilyen, vagy nem érzi szükségét. Általában hogy kerülnek önökhoz az emberek, hogy elmennek egy sima IQ-tesztre, és ott olyan magas eredményt érnek el, mindenki azt mondja, hogy ezt figyeld nézd. Adjuk át a Menzásoknak. Igen, szóljunk neki a Menzára. Hallott már ön arról, hogy tehát ez így működik?
Igazából az emberek szeretnek méricskélni, és az emberek szeretnek megtudni magukról valamit. A legtöbben puszta kíváncsiságból jönnek, néhányan iskolai előfelvételi, iskola előkészítő alkalmával találkozhatnak IQ-teszttel, vagy munkahelyi felvételi alkalmával találkozhatnak IQ-teszttel, illetve az interneten sajnos elég sok olyan magát IQ-tesztnek tartó képződmény van, ami egyáltalán nem IQ-teszt, viszont a pszichológusok által készített és úgymond hivatalosan is, tehát hivatalos IQ-tesztet tulajdonképpen csak a menzánál van lehetőség kitölteni, így átlag emberek számára. Tehát, hogyha nem pszichésen vagy munkavállaláshoz kell, akkor nálunk van arra lehetőség, hogy valaki valós eredményt kapjon, és egy kis szép oklevelet a szellemi képességeiről. Úgyhogy a legtöbben szerintem kíváncsiságból jönnek el, hallják a menza nevét itt meg ott, remélhetőleg minél többen tudnak róla pont az ilyen adások nyomán is, mint amit most hallgatunk. Van egy gyönyörű honlapunk, azt gondolom elmondhatom, www.mensa.hu címen bárki bővebbet megtudhat. Világos. Ja igen, azt hittem még csak, hogy folytatja a mondatot. Egyébként a lakosság intelligencia szintje az növekszik évről évre, csökken, mit tapasztalunk? Hát erről sokféle vélemény van, a felügyelő pszichológusunk nálam erről többet tudna mondani. A lakosság átlag intelligencia 100, tehát az átlagos intelligencia az a 100. Ezt így mondhatjuk, ettől van följebb, lejjebb, mindenki elhelyezheti magát valahová. Na most, hogy a lakosság össz-IQ-ja emelkedik-e vagy sem, ezt én erre most hadd ne válaszoljam, mert erről többféle vélemény van. Néha az embernek az az érzése, hogy a butaság növekszik, néha meg az az érzése, hogy... Na de butának lenni intelligensen? Na de érdekes, hogy ugye egy bizonyos szám alatt már ilyenkor az embereket nem is tudom, hogy csökkent értelmi képessége, valami ilyesmivel illetik, viszont bizonyos szint fölött meg nincsen erre valamilyen szakkifejezés, hogy aki e fölött van. Biztos van szakkifejezés, ez a kiváló intelligencia. Na jó, de azért ez a csökkent értelmi képesség mellett. Ami a menza szintnek megfeleltethető, csak a skála alsó végén, az bizony már valóban a fogyatékosság területére tartozik. De zsenialitásnak azért én magam nem nevezném, bár vannak, akik szeretnek dobálózni ezzel a szóval, és kikiáltják ezt a nagyon magas intelligencia tartományt zsenialitásnak, vagy zseni tartománynak, de azért szerintem ennyire nem súlyos a helyzet, tehát a magyar menzába is bárki bekerülhet, aki elmúlt 17 éves és sikeres tesztet írt. Tehát mennyi a felvételi ponthatár most? Maradjunk, hogy a legáltalánosabban elfogadott IQ-mérés szerint 130-as fölötti értékeket keresünk, de az a lényeg, hogy 100 emberből 2. Tehát nem kell megijedni, nem lehetetlen. Az nem, igen, hogy én is meglepődtem, én már ilyen 150-re számítottam. Akkor fel sem teszem azt a kérdést, hogy ezek általában olyan egész normálisnak tűnő emberek. Gondolom, igen. Mert csak ugye az emberben van egy ilyen érzés, hogy ha valakinek tényleg mondjuk akár 140-es, 150-es IQ-ja van, úgy képzelje, hogy ő fejben bármit kiszámol, és motyorázva megy az utcán, miközben. Kopasz, matek zseniket képzelnek. Igen. Kocka fejjel. Pontosan, itt meg az mellékelt ábra szerencsére azt mutatja, hogy nagyon sok a kedves, fiatal, aranyos, szép, okos és ügyes menzatag. Természetesen olyanok is vannak, akik nem ilyenek. Nem kockafejű. Beleilleszkednek abba az általános képbe, hogy kockafej, de a legszínesebb szürke állományban igazából dominálnak a fiatalok, és a legkülönfélébb érdeklődések, emberek találkoznak itt, és teljesen hétköznapi emberekről van szó, nem kell tőlük megijedni, pontosan ugyanolyan kedvesek, vagy nem kedvesek, szépek, vagy nem szépek, boldogok, vagy boldogtalanok, mint mások, csak őket ekkora IQ-val áldotta, vagy verte. Arról lehet valamit tudni, hogy önök mi a férfiak és a nők aránya, hogy alakul nagyjából? Igen, több lehet férfi tudni, van, körülbelül egyharmad, kétharmad az arány a férfiak javára, de hozzáteszem,
Ez azért van, mert a tesztíráson is kevesebb hölgy vesz részt, de a sikerarányuk közel azonos. Még arra mondjon egy pár szót, hogy mi lesz az ön feladata a nemzetközi menzánál? Hát én most a nemzetközi menza elnökségébe kerültem be, ami demokratikus választások eredménye. A világ minden menza tagjának joga van szavazni, és ez egy 4-tagú elnökség. 4 választott képviselővel, és én a fejlesztési igazgató lettem, ami azért érdekes, mert hát nem Kelet-Európából, de nagyon nem angolul beszélő emberek közül sem nagyon került még ki ebbe az elnökségi tag, tehát magyar tag még ebben nem volt, és szerintem közép-kelet-európai sem, nem kelet-közép-európai sem. A feladatom a nemzetközi szintű menza fejlesztési irányainak kijelölése, a nemzeti szintű menzák segítése a továbbfejlődésben, és PR feladatok ellátása, tehát tulajdonképpen a fejlesztésért leszek én felelős az elkövetkező 2 évben. Világos. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és további szép napot kívánunk. Köszönjük. Viszont várunk mindenkit szeretettel. Javasoljuk a hallgatóknak. Köszönjük szépen. Viszonthallásra. Valanyi Bibiánával beszélgettünk a Menza Hungarikából, ő most pattant meg külföldre, hogy a Menza 4-tagú elnökségében részt vegyen.